A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara országos roadshow-t indított a területi kamarákkal együttműködve a szakképzés népszerűsítésére. Április 1-én a Gellér Sándor Sportcentrum parkolójában virtuális valóságkamion várt a városunk pályaválasztás előtt álló általános iskolás tanulóit, hogy megismerkedhessenek a különböző szakmák szépségeivel. A Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara oktatási és képzési osztályának vezetője elmondta, hogy a kamionban 4 szakmacsoport szakmáit próbálhatják ki a diákok virtuálisan. Tavaly indult útjára a Szakmavilág virtuális kamion, amikor is a megyeszékhelyekre látogatott el az országban, tehát tulajdonképpen 19-20 városban tekinthették meg a gyerekek. Az idén úgy szervezi a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, hogy 52 helyszínre és a vidéki városokba látogat el a virtuális kamion, és így Hajdú-Bihar megyében 3 településen találkozhatnak vele a település 7. osztályos tanulói, hiszen célzottan nekik szól ez a rendezvény. Volt már Hajdúböszörményben, a múlt héten pénteken, most 1-én itt van Püspökladányban, és 3-án pedig Berettyóújfaluba látogat. És miért virtuális kamion? Azért virtuális kamion, mert a kamion VR szemüvegekkel van felszerelve, és a belsejében 4 szakmacsoport szakmáival ismerkedhetnek meg a pályaválasztás előtt álló fiatalok. Megismerkedhetnek az autószereléshez kapcsolódó szakmákkal, megismerkedhetnek a vendéglátás területével, a kreatív szakmákkal, tehát amik képzelőerőt és tervezést igényelnek, valamint az építőipari szakmákkal. És tulajdonképpen a szemüveget feltéve egy virtuális valóságban találják magukat, ahol a technikai eszköz segítségével különböző feladatokat oldanak meg. Kontér Mária hangsúlyozta, hogy azért választották a virtuális eszközök használatát, mert a mai fiatalokhoz ezek állnak a legközelebb. A cél az, hogy olyan eszközökkel kerüljünk közel, és keltsük fel az érdeklődésüket, ami hozzájuk közel áll. Évekkel ezelőtt még beszélgettünk, megnézhették messziről, most pedig már olyan technikai eszközök segítségét vesszük igénybe, amelyben ők felnőttek és belenőttek, amivel nap mint nap találkozzuk. Mondjuk lehet, hogy egy virtuális szemüveggel nem találkozik mindenki nap mint nap, de éppen ezért érdekelheti. És ugye vannak kiegészítő programok, például itt is, ahol most állunk a sportcsarnokban. Nem titkolt célunk az, hogy minden városban népszerűsítsük a helyi szakképzői intézményeket, és itt Püspökladányban a Karacs Ferenc Gimnázium szakgimnázium csatlakozott hozzánk, és a kiegészítő rendezvényeket ők biztosítják. Megismertetik azokat a szakmákat, szakmacsoportokat, amelyek képzése az intézményben folyik. A Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara pedig még plusz 2 szimulátort szervezett erre a rendezvényre, ahol autófényezéssel és a hegesztéssel ismerkedhetnek meg a tanulók. És van még egy kísérő rendezvényünk, az pedig a helyi Johnson's Controls, a volt FMF Kft., ahol üzemlátogatásra fogadják a diákokat, betekinthetnek az üzem életébe, és ott pedig a fémipari szakmákat ismerhetik meg. A sportcentrumban a BSC Karacs Ferenc gimnáziuma, szakgimnáziuma és szakközépiskolája egy színvonalas szakmai bemutatóval készült. Ferencik György megbízott intézményvezető elmondta, hogy örömmel vállalták az iparkamarával karöltve ezt az egésznapos rendezvényt. Mindannyian emlékszünk arra az időszakra, amikor még fiatalok voltunk, tehát ilyen 12-13 évesek, és ennyi idősen rendkívül nehéz volt ezt eldönteni, hogy milyen pályára, milyen szakmára menjünk tovább tanulni. A mostani fiataloknak is ez egy nagyon-nagyon komoly probléma, több fiatalt is ismerek, sokkal beszéltem, és nagyon nagy probléma nekik az, hogy mit válasszanak. Még az irányt is nagyon nehéz eldönteni, hogy milyen képzési formát válasszanak.
Éppen ezért nagyon fontosnak és jó ötletnek tartom azt, hogy egyre több lehetőség van arra az iskoláknak, hogy a képzési kínálatukat tudják népszerűsíteni, mert ezáltal meg lehet könnyíteni a fiataloknak a pályaválasztását. Mi számos ilyen rendezvényen vettünk már részt, a tanműhelybe is invitáltunk gyerekeket, ahol bemutattuk a képzési kínálatunkat, az iskolában nyitott kapuk napját rendeztünk, szakmatúra rendezvényt szerveztünk Hajdúszoboszlón, és erre is busszal megszerveztük még a vidéki településekről is a gyermekeknek az odaszállítását. Ott a Berettyóújfalui Szakképzési Centrumnak a teljes szakmai képzési kínálatával megismerkedhettek, mi is jelen voltunk, így a miénket is megismerhették. Nagyon nagy örömmel vettem a felkérést az iparkamara részéről, hogy szerveznek egy ilyen roadshow-nak nevezett rendezvényt, és nagyon komoly berendezéseket hoznak ide, ahol a szakma választás könnyítik meg a fiatalok számára. Itt mi is lehetőséget kaptunk arra, hogy felvonuljunk a kollégáimmal. Hál' Istennek mindenki nagyon lelkesen vállalta ezt a nemes feladatot. Mi is itt már reggel 5:30 megjelentünk, mintegy 25 fő kollégámmal már itt voltunk, és láthatóan berendeztük ezt a sportcsarnokot. A hetedikes tanulók érdeklődve mentek oda a standokhoz, és próbálgatták élőben is a különféle szakmák fortéjait. Alulunk felküldi, de akkor ez összefogja, mert úgyhogy a hívőjének összefogja rá. Most, hogy ez így már megvan, van két egyforma felküldi, akkor itt egy egyszer, megfogja, lábogja, belehelyezik. Megint ugyan, hogy megfogja, erősen, lassan. Örülünk annak, hogy jelentős, nagyméretű helyet kaptunk arra, hogy a képzési kínálatunkat eléggé szétszórtan, úgyhogy egyik képzési kínálat nem zavarja másikat, be tudjuk mutatni a fiataloknak. A fiatalok oda is jönnek, mindegyik szakmát úgy megnézik, ajándékokat tudunk nekik adni. Hoztunk olyan munkafeladatokat több helyen is, ahol ők önmaguk is kipróbálhatják magukat ebben, és kipróbálhatják azt, hogy a szakmának, ha csak egy nagyon pici szeletével is, de megismerkedhetnek, de ez valószínű a képeken látszani is fog. Ezzel is próbálnánk a diákoknak, az általános iskoláknak megkönnyíteni azt, hogy milyen szakmát válasszanak. Mi három képzési formát is tudunk nekik kínálni. Van a gimnáziumi képzésünk, itt tudjuk kínálni nekik az általános tantervű gimnáziumot, emelt óraszámú matematikát, angolt és a belügyi rendészeti képzést. Ezek a képzések azoknak valók, akik felső oktatásban szeretnének majd tovább tanulni az érettségi után. Nagyon fontos a szakgimnáziumi képzésünk is, amely 4+1 éves képzést jelent. Ez azt jelenti, hogy 4 év alatt kapnak egy érettségit, és van egy kötelezően választható érettségi szakmai tárgyuk, ami jogosítja őket arra, hogy munkát vállalhatnak ezzel a képesítéssel. Szerezhetnek 11. és 12. évfolyamon mellékszakképesítést is, amivel szintén el tudnak helyezkedni, de ha maradnak 5. éven nálunk, plusz egy évet, tehát a 4+1 éven, akkor pedig egy teljes értékű szakmát kaphatnak a fiatalok, tehát összesen 3 szakképesítést is megszerezhetnek 5 év alatt. Ezek a képzési formáink az informatikai rendszerüzemeltető képzésünk, a gépészet ágazatban a gépgyártás technológiai technikus képzésünk van, agrárgépészet ágazatban van a mezőgazdasági gépésztechnikus, szociális ágazatban pedig a kisgyermek gondozó és nevelő képzési irányt tudjuk nekik ajánlani. Ferencik György szerint nagyon fontos, hogy a fiatalok legfőbb célja az érettségi bizonyítvány megszerzése legyen. 4 év alatt érettségit kapnak, ez az érettségi ugyanolyan értékű, mint amit a gimnáziumban szerezhetnek, és ezzel mehetnek tovább tanulni főiskolára, egyetemre, tehát felsőfokú oktatásba bekerülhetnek, egyenértékű az érettségi. A következő képzési típusunk a 3+2 éves szakközépiskolai képzés. Ez azt jelenti, hogy 3 év alatt szerezhetnek szakmát,
és plusz 2 év alatt pedig érettségit. Tehát a 3 évnek a végén egy teljes értékű szakmát kaphatnak a fiatalok, és ha van kedvük leérettségizni, és ezt mindenkinek ajánlom, hogy szerezze meg az érettségit, mert egyre nagyobb szükség van erre, és egyre több hasznát is tudják venni, akkor plusz 2 év alatt az érettségit is megszerezhetik. A szakközépiskolai képzési formában kínált szakmáink a következők. Faipari ágazatban van asztalos képzésünk, gépészet ágazatban épület és szerkezetlakatos, gépészet ágazatban szintén gépi forgácsoló és heggesztő szakmát is tudunk kínálni. Építőipar ágazatban tudunk kínálni festőmázoló és tapétázót és kőműves szakmát. Szociális ágazatban szociális gondozó és ápoló, kereskedelem ágazatban pedig eladó szakmát tudunk nekik kínálni. Ezt 3 év alatt megszerzik, teljes értékű szakképesítés, és 2 év után még akkor, mint említettem, érettségit is kaphatnak. Balog Fruzsina a helyi középiskolában tanul, mégpedig a kisgyermekgondozó és nevelő szakmát választotta, hiszen minden vágya az volt, hogy gyerekekkel foglalkozhasson. Azért választottam ezt a szakmát, mert amikor én már első osztályos voltam, akkor elhatároztam, hogy én gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Eleinte úgy gondoltam, hogy tanár leszek, vagy tanító, de amikor bekerültem ebbe az iskolába, a szociális szakmacsoportba, ez megváltozott, és a kisgyermekek kezdtek jobban érdekelni, és így döntöttem, hogy kisgyermekgondozó nevelő leszek. Szép eredményeket értél el, ha jól tudom. Miért jelentkeztél versenyekre? 12. évfolyamon indult egy szakmai verseny, azon jelentkeztem, és országos második helyezett lettem. Ennek már csak a 100 pont miatt is örülök, amit ebben az évben szeretnék érvényesíteni, ugyanis jelentkeztem Hajdúböszörménybe a gyermeknevelési karra, mivel gyógypedagógus szeretnék lenni. És hogy ment a felkészülés a versenyre? Kemény volt? Igen, nagyon sokat kellett tanulnom, azon kívül is, amiben segítettek a felkészítő tanárok. A helyi iskolák legfőbb előnye, hogy a tanulóknak nem kell egy másik városba bejárniuk, esetleg kollégiumban lakniuk, folytatta Ferencik György. Mindenhol el szoktam azt mondani, és nagyon fontosnak tartom, hogy a legjobb iskola mindig a helyi iskola, mert nem kell bejárni. Tehát a bejárás az legalább 2-3 óra hosszát naponta elvesz a gyerektől, és ha talál olyan képzést, amit szeretne megtanulni, azt nálunk is ugyanúgy megszerezheti. Az érettségi követelmény országos szinten mindenhol egyforma, ugyanannyit ér a helyi érettség is, mint amit esetleg máshol meg tudnak szerezni. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy április 12-én rendezzük meg a szakmák éjszakája rendezvényünket, ahol az iskolánk tanműhelyben várjuk a pályaválasztás előtt álló diákokat, és akár az ötödikeseket is nagyon szívesen várjuk. Az iparkamara segítségével szervezzük meg a buszjáratokat vidékről is, vidéki gyerekeket is várunk, és ott is mindennel kapcsolatban a kérdéseiket a szakmával kapcsolatosan feltehetik, be is tudjuk nekik ezeket a szakmákat mutatni, ami esetleg gondolkoznak még. A csarnokba folyamatosan érkeztek a tanulók. Reggel a Calvin téri általános iskola diákjaival találkoztunk először. Nagyné Varga Mária pedagógussal arról beszélgettünk, milyen fontos a pályaválasztással kapcsolatos széleskörű tájékozottság. A 7. osztályban már nagyon mélyen foglalkozunk a pályaválasztással. Igazából ebben az évben az iskolában, vagy tanévben ebben az, foglalkoztunk a pályaorientáció kapcsán nagyon sokféle szakma lehetőséggel, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan jó kis kiegészítés ennek a pályaválasztási, szakmaválasztási tevékenységnek, hogy ide eljöhettünk. Jó, hogy a gyerekek szabadon mozoghatnak, jó az, hogy olyan eszközöket használhatnak, amiket egyébként is szeretnek. Kicsikét nehezen oldódtak itt az elején, de úgy látom, hogy minél tovább vagyunk itt, annál inkább érdekli őket egy-egy szakma, és ennek a kapcsán ezeknek a különböző technikai eszközöknek a kipróbálása.
Hát ez egy, ami itt van a sportcsarnokban, az inkább ilyen közvetlen személyes kapcsolat, a busz az meg tisztán az ő világuk, tehát ez nagyon tetszett nekik a virtuális szemüvegnek a használata. Természetesen egy diákot is megkérdeztünk, hogyan érezte magát. Én nagyon jól érzem magam, meg sokféle foglalkozást bemutatnak, meg ugye van a buszba HTC Vive fejszett, ami nagyon keveset lehet találkozni vele, mert ugye elég drága, és nagyon sok lehetőség van benne. De konkrétan miket csináltatok ott a kamionban? Én van itt doktor munka, ács munka, kovács munka, a festés is volt. Melyik tetszett a legjobban? Hát a kovács meg az ács az jó volt. Azokat kipróbáltam, azok tetszettek. A rendezvényre 240 tanulót vártak a szervezők. Tudtuk meg Kontér Máriától. A mai napon a helyi általános iskolákból összesen 240 hetedik osztályos tanuló fog ellátogatni hozzánk, akik meghatározott időre érkeznek, hogy ne unalmasan töltsék ezt az időt, és ne mindenki egyszerre érkezzen, hanem mindenkinek legyen ideje kipróbálni minden olyan tevékenységet, ami őt érdekli, és sorra is kerüljön. És a kamara azon kívül ajándékokkal, hátizsákkal, reklámajándékokkal kedveskedik a diákoknak, hogy megismerjenek minket is. A már sokat emlegetett kamionnál találkoztunk Kis Zsigmond alpolgármesterrel, aki elmondta, hogy a városvezetés örömmel fogadta az iparkamara felkérését. Hosszas egyeztetés alapján került erre sorára a mai rendezvény, amelynek nagyon örülünk, hiszen azért nem mindegy, hogy azért Hajdú-Bihar megyében Püspök Lalán kapta meg azt a lehetőséget első körben, hogy a gyerekeinek bemutassák ezt az interaktív programot. Én nagyon örülök arra, hogy itt, annak, hogy itt lehetünk, együtt lehetünk, és akkor gyerekeink egy megfelelő képet kaphatnak itt a jövő szakmáiról, a szakma világáról, és nem is akármilyen módon, mert azért itt egy számítógépes rendszeren keresztül azért teljesen másképp látják magát ezeket a szakmákat, amiket bemutattak számukra. A délelőtt majd délután folyamán megérkeztek a többi általános iskola hetedik osztályos tanulói is. Most nézzük meg az ő szemükkel a rócsót. Volt egy ilyen szimulátor, ami lehetett négy szakma közül választani. Vendéglátás, divattervező, autószerelő, a negyedikre már nem emlékszem. Én a vendéglátásban voltam. Ott hamburgert kellett csinálni, sülkrumpit, meg süteményt, meg ilyesmiket. 7 percig kellett bent tenni, és addig kellett csinálni ezeket a dolgokat. És tetszett neked? Tetszett, igen. És látom, ajándékot is kaptál. Ezt hogy szerezted? Volt egy kerék az első ablaknál, azt meg kellett forgatni, és ahol megállt a nyílt, azt kaptad. Mit próbáltatok ki oda benn? Én az építészmérnökséget. Én a vendéglátás. És hogy tetszett? Nagyon jó volt, élveztem. Én is élveztem. Volt néha, hogy lejtettem az ételt, de újra kellett kezdenem. De jó volt, nagyon érdekes volt. Jó ötletnek tartjátok, hogy virtuális módon próbálják nektek megmutatni a szakmákat? Igen, szerintem ez nagyon közel áll a gyerekekhez. Miért? Hát manapság sokan használnak okos eszközöket, és ez eléggé közel van az emberekhez. És úgy gondolod, hogy ez jobban segít, hogy dönteni tudjatok a továbbtanulásban? Persze, sokat segít a döntésben. Kicsit betekinthetünk, hogy milyen szakmákat, ha valaki szakosodni szeretne, hogy milyen szakmákat szeretne. És akkor te pedig odabent mit próbáltál? Odabent kipróbáltam a robotikát, továbbá megtekintettem a virtuális valóság kezdeti alapköveit, és hát eléggé jó volt, nagyon tetszett, igazi élmény volt. Nagyon jó látni a társadalmi fejlődésnek ezt a mértékét, hogy már ilyet is megadatik a gyerekeknek, hogy ilyen dolgokat kipróbáljanak. A nap végén Kontér Mária egy különleges szülői értekezletre invitálta a szülőket. A szülőkre is gondoltunk. Első helyszínként Berettyóújfaluban lesz egy rendhagyó szülői értekezletünk. Azért rendhagyó szülői értekezlet, mert nem az osztályfőnök tartja. A kamara egy pszichológus kért fel arra, hogy ezt a szülői értekezletet úgymond irányítsa,
levezényelje, és megbeszélje a szülőkkel azt, hogy mik azok a technikák, amelyekkel megismerhetik még jobban a saját gyereküket. Mert mindenki azt gondolja, hogy a saját gyerekem, hát ki, ha nem én, aki ismerem, de a szülőknek nagyon nagy a felelőssége a pályaválasztásban, hogy merre tovább, honnan szerzi be az információkat, milyen forrásokból tájékozódhat. Valóban tudja-e az, hogy a gyermeke fejében milyen gondolatok vannak, mi érdekli őt, miben erős. És nagyon fontos az, hogy ez a döntés egy közös döntés legyen, a szülő és a gyerek döntése, amivel mindketten egyetértenek, és a legfontosabb, hogy ami jó a tanulónak. Ha ez a szülő értekezlet sikeres lesz Berettyóújfaluban, hiszen elsőként itt próbáljuk ki, akkor visszük tovább a többi településre, hogy segítséget nyújtsunk a szülőknek ebben a nehéz döntésben. A gyerekek nagyon élvezték mind a sportcentrumban, mind pedig a kamionban bemutatott szakmai kínálat sokszínűségét, s legfőképpen annak örültek, hogy okos eszközöket használhattak.